hogyan ír hivatalos, formális vagy más néven üzleti leveleket. Ebben a részben megmutatom neked ennek is a fortéjait. Tarts velem! Ebben a videó sorozatban magával a levélírással foglalkozunk, és hogyha esetleg nem láttad az első két részt, amiben a nagy képet, a másodikban pedig a informális, vagy más néven köznyelvi, hétköznapi leveleknek az írásáról volt szó, szóval akkor mindenképpen javaslom, hogy nézd meg az előző két részt ebben a részben pedig a hivatalos levelekkel fogunk foglalkozni, és bízom benne, hogy ha üzleti világban dolgozol, akkor is hasznát fogod venni, nem csak akkor, ha mondjuk esetleg nyelvvizsgára készülsz. Tehát azoknak is javaslom ezt a videót, akik tényleg üzleti levelezést végeznek, majd a legvégén egy-két olyan finomítást hozzáraknék, amelyeket azért nem már tudni, hogyha mondjuk mi tényleg csak a való életben üzleti levelezés céljából írunk hivatalos leveleket. De először is kezdjünk akkor ott, hogy a megszólításon, a lezáráson, az elköszönésen túl panelmondatokat is tudsz kapni, és fogok is neked adni, amelyeket bármikor előkaphatsz az ilyen jellegű levelek írásakor ebből a videóból. Úgyhogy menjünk is bele akkor a hivatalos levelek, formális levelek világának a részletébe. Függetlenül attól, hogy üzleti világban, irodában dolgozol, ahol időközönként hivatalos leveleket is kell írnod, vagy mondjuk nyelvvizsgára készülsz, ahol a hivatalos leveleknek nagyon sokszor találkozhatunk különböző típusaival, érdemes megismerkedned mindegyik típussal alaposabban, mert hogy a hivatalos leveleknek több fajtája van, pontosan azért, hogy te is képes legyél hasonló stílusú levelek megírására angolul. Nézzük meg akkor először, hogy milyen típusa is vannak a hivatalos leveleknek, nem a teljességi kinyivel, de a legfontosabbakat összeszedtem neked. Egyrészt beszélhetünk érdeklődő, vagy információt kérő levelekről, panasz levelekről, jelentkezési, vagy mondjuk pályázó levélről, esetleg motivációs levélnek is hívhatjuk, megrendelő levélről, valamint valamilyen válasz levélről, ami reakció lehet egy panaszra, egy érdeklődésre, egy kapcsolatfelvételre. Természetesen másfajta típusok is előfordulhatnak, ahogy mondtam, de most igyekeztem a legfontosabbakat összeválogatni, és akkor mielőtt belemennénk az egyes típusokról, mit kell tudni, tisztázzuk le a formai követelményeket, szabályokat, melyek globális érvényűek a hivatalos levek esetében. Mire figyelj tehát oda, hogyha hivatalos leveleket írsz? Egy. Ha esetleg e-mailben írod azt a levelet, akkor mindenképpen a tárgymezőt pontosan töltsd ki. Hogyha e-mailt írsz, ugye, ez nagyon fontos, mert ez lesz az első pont, amit megnéznek a levél kapcsán, és hogyha nincs benne a tárgy konkrétan, hogy mivel kapcsolatban írod azt a levelet, meg se nyitják. Nagyon fontos odafigyelni, úgy amblok a hivatalos megszólításra, valamint a stílus kapcsán nagyon fontos, hogy a hivatalos levelekben abszolút kerüld el a szlenget, nem csak ilyenekre gondolok, hogy ain't Gana, hanem akár a rövidített formákra is, mint ad, advertisement helyett, vagy lab, laboratory helyett, vagy gutter, gutter, amit az amerikai angol használ, és ugyanakkor érdemes, illetve javallott kerülni az idiomákat is, mert ez stílusban nem ide passzol, például piece of cake, out of the blue, ezek idiomák. A phrasal verbök pedig a harmadik olyan szókészlet, ami stílusban nem illik ide hivatalos levelekbe. A phrasal verb olyan igék, frazális igék, amelyek alapjáraton azért elég ismertek, mondjuk take, get, hold és társai, viszont ha mögé rakok egy prepozíciót, mondjuk take after, akkor teljesen megváltozik az eredeti jelentése, take after hasonlítani. Na most ezeknek a phrasal verb a stílus annyira köznyelvi, hogy egy egy köznyelvi levélbe, baráti levélbe teljesen megengedett a használatuk, viszont stilisztikailag, ha most te full hivatalos levelet akarsz írni, ezeknek nincs ott helyük. Hanem érdemes ilyenkor megkeresni ezeknek a hivatalos megfelelőjüket, mert hogy minden szónak van egy magasabb szintű, hivatalosabb kifejeződése. Például a take after-nek a resemble szó. Vagy mondjuk call off a meeting helyett azt írod, hogy cancel a meeting, vagy postpone a meeting. Tehát érdemes erre is odafigyelni, stílusban. Nagyon fontos, hogy a hivatalos levelekben kerüljük az összevont alakokat, tehát az összevonásokat. Gondolok itt a don't, can't, haven't, shouldn't-re is társaigra. Tehát amikor egy segédigét a not szócskával összevonsz. Ezeket a hivatalos levelekben két szóban kírjuk, Például do not, have not, should not. Nagyon érdekes, hogy a can not az egyetlen olyan közülük, ami egybeírandó helyesírásailag ettől ez nem számít még összevonásnak. Mire érdemes még odafigyelni ezeken túl, hát alapvetően a megfelelő stílusú elköszönésre, erről lesz szó, a teljes neves aláírásra, tehát nem csak egy aláfirkantott keresztnevet írunk oda, valamint az udvarias, választékos, ugyanakkor határozott stílusra. Nos, az egyes típusok esetén természetesen a tárgy más lesz, és a kezdő-záró gondolat is. Viszont nagyon érdekes, hogy mindegyik levélnél a megszólításra és a zárásra, azért vannak olyan univerzális szabályok, amelyeket meg lehet tanulni a hivatalos levelek kapcsán. Például a megszólítás kapcsán attól függően, hogy kinek írunk, és van-e pontos nevünk a következőre figyeljünk oda. Egy. Hogyha van pontos nevünk, akinek tudjuk a nevét, akinek írjuk, címezzük a levelet, akkor azt mindig a vezeték nevén szólítsuk meg, és ne a kereszt nevén. Például Dear Mr. Rieger, vagy Dear Mrs. Taylor, Dear Miss Saddleton. Tehát itt a titulus is fontos. Ugyanakkor a magyarral ellentétben a megszólítás után ne felkiáltó jelet, hanem veszőt tegyünk ez esetben is. Hogyha nem tudjuk pontosan a címzett nevét, akkor használjunk általános megszólítást. Dear Sir, perjel, Madam. Ez nagyon fontos, hogy ez a legelfogadottabb megszólítási forma. Ha viszont egy szervezetnek, intézetnek, részlegnek kell írjunk, és különösen udvariasak szeretnénk lenni, akkor használjuk a következő megszólítást, ami nagyon gyakori és bevált. To whom it may concern akire ez vonatkozik. Gyakorlatilag ez egy ilyen nyers fordítása lenne ennek, de hogy ilyen esetekben, intézményeknél, részlegeknél, ahol tényleg nem tudjuk egyáltalán, hogy kinek is címazzuk magát a levelet, akkor érdemes ezt a megszólítást használni. To whom it may concern. Az elköszönés is univerzálisan azért általánosítható, hiszen az elköszönés is az aláírás ugyanúgy fontos része a formális levelünknek. Attól függően, hogy tudjuk-e az illető személy nevét, akit megszólítottunk, vagy általános megszólítást használunk, többféle módon köszönhetünk el, de nagyon fontos, hogy a teljes nevünket soha ne felejtsük el a veszély alatti részre írni. Nézzünk erre három verziót. A. Há. Hogyha tudjuk a pontos nevet, akit megszólítottunk, például a Dear Mrs. Taylor, akkor az elköszönés, ez főleg nyelvvizsga esetében fontos, az a yours faithfully legyen, ami kb. annak feleltethető meg, hogy tisztelt híve. Viszont ha nem tudjuk a pontos nevet, ugye, dear sir, madam megszólítást használunk, vagy a másikot, amit az előbb említettem, akkor a lezáró elköszönésünk pedig a yours sincerely legyen, ami ugyanúgy tisztelt híveként fordítható. Üzleti leveleknél azért azt el kell mondjam, hogy nincs ilyen kőbevésett szabály, használhatod ezeket is, de a best regards, kind regards, általánosabb elköszönések is ugyanúgy működtethetők, viszont nagyon fontos, hogy teljes névvel írd alá a levelet. Ugyanakkor használhatod még az old best-et is. Talán a regards és a best regards, kind regards, ugye a leggyakoribbak az üzleti levelezésben. Az előző kettőt pedig inkább a nyelvvizsga véget szerettem volna megosztani veled, ha te arra készülsz. Nagyon fontos lépés az is, hogy ezekre odafigyelj, ha hivatalos vagy üzleti levelet akarsz írni angolul. Viszont a következő részben, Bele fogunk menni az egyes típusú levelekbe, ugye beszéltünk panaszlevelekről, érdeklődő levelekről, jelentkezési levelekről, tehát több típusról, és mindegyikhez fogok hozni neked panelmondatokat, valamint olyan kiegészítő mondatokat, amelyek segíthetnek neked a megfogalmazásban. Nyilván a tartalmat te kell kitörzsd, de ezek a panelmondatok segíthetnek a fogalmazásban az egyes típusoknál. Úgyhogy addig is kezd el működtetni ezeket, amikről itt szó volt, és találkozunk a következő részben.